Jézus pedig mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Már most tudom, hogy két részt nem fogok kifejteni ennek az igének kapcsán, viszont az összefoglalómat ma is ezzel kapcsolatosan megteszem. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak. A ma elválasztja a tegnapot a holnaptól. Így van ez a megtéréssel. A megtért ember új ember lesz. Jézus elválasztja Zákeus életét, a tegnap még mindenki előtt ismert életétől, az Isten tervezte életre. Hasonlíthatatlan a más emberré tett élet, mint ami volt Jézus nélkül, a megkeresése nélkül, a személyes megszólító szava nélkül. Bűnös volt, bűnös élet, és ezt csak most ismeri el, hogy igen, ez volt az életem, és ő nem beszél róla, hogy más emberré lettem általa, csak elkezdi élni azt a teljesen újat, azt a teljesen megrendítően mást, mert a ma lett üdvössége háznak elválasztotta a korábbi életet az Atya által Jézus Krisztus személyén keresztül átadott újtól. A megtérés, az Úrral való találkozás soha nem áll meg az élménynél. A kegyelmet kapott, hiteles Isten fiúvá válik. Ehhez kap hatalmat, hogy Isten fiává legyen. Ma rengeteg a hitetlen hit életét vesztő és a hitélet vesztett keresztény, és nincs bennük felindító akarata Istennek a megtéréshez méltó cselekedetekre. Mérhetetlen leleplező, hogy Isten nem indítja fel megtérésre méltó cselekedetek cselekvésére. Tapasztalom, hogy egy sereg embernél élmény volt a megtérés, de marad a régi észjárás. Élmény volt, lehet, hogy sírt, lehet, hogy imádkozott, lehet, hogy térdre esett. Volt, aki hasra vágta magát, a két kezét föltartva, és ott mondta, hogy könyörülj nekem, bűnösnek, aztán fölállt könnyes orcával, könyörült rajtam az Úr, aztán mégis azt láttuk, hogy maradt minden a vágya szerinti szükségét betöltötte, bármihez hozzá mert nyúlni, a baráti kör visszajött, és ugyanazon a hasonszőrűekkel barátkozott, nem lett új keresztény közösség tagja, nem lett az eleven hitűek között egy, és közül egy, semmi szakítás nem történt az életébe a tegnappal. Nem hangzott el az élete felett, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Maradt az együnk, igyunk, végadjunk, vagy elitként elkülönüljünk, vagy mi vagyunk a szentek, valami megrendítő, idegen szempontok szerinti úgynevezett hitet élnek. Nézzétek meg, Zákeusban foglyul ejt minden gondolatot és indulatot Jézus. Nem csak hatalmas érte, hanem hatalmas benne. Amikor Pál azt mondja, hogy hatalmasan munkálkodik az ő ereje bennem, akkor az egy speciális kifejezés ott, de minden gyermekében hatalmasan munkálkodik az Úr, mert ha elhangzott felette, hogy ma lett, ez elválasztotta a tegnapi élettől, és egy új élet folytatás kezdődött. Zákeusnak azzá lett az élete, amit Isten a fiainak ad itt a földön. Örök gazdagságot, kegyelme erőiben, Atya szeretetében, a Jézus Krisztushoz való hasonlóságban,
az őt egyre jobban kiábrázoló lelkiségben, kapott magasabb méltóságot, más lelket, más jellemet, más értelmet, és a szentekhez méltő cselekvő programot. Örök életet tervezett az Atya, amit a Fiú adhat egyedül, mert a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett, és az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért. El kell mondanom, hogy van egy szörnyű igazság. Ahol nincs megtérés, ott nincs Istennek termő élet. Onnan nem is kér Isten dicsőségadást. Ami nem megtért élet, az egyelőre ítélet alatt van és kárhozat alatt. Ott nem dicsőségadást kér, hanem megtérést parancsol. A ma lett üdvösség ennek a háznak azt jelenti, vége a kárhozott életemnek. Vége az engem kárhoztató ítéletnek, nem lejárt, elvétetett. Elvétetett a múlt minden bűne. Vége és lejárt a sátán uralma felettem. Az új korszak, az Isten országa gyermekének élete a megszentelődésben folytatódik. Ó, halld, aki hallgatod! Ne önmagadnak élj, hanem szívvel, lélekkel a Teremtődnek, a vele találkozás az igében és lélekben adatik. Mit jelent neki élni? Ó, hogy ettől kezdve szavaim gyümölcse, hogy őt dicsőíti a szó, tetteim gyümölcse, hogy Isten tetszésére valók, és én beszolgáltatom neki hálaadással, légy áldott Uram, hogy szentségben termő életűvé formáltál engem. Kegyelem, és tudom, hogy az. Érdemtelen, de te úgy döntöttél, hogy alkalmassá teszel nem csak ama világ elnyerésére, hanem a neked tetsző életvitel élésére. Amióta Jézus belépett az életembe, tudakozom az akaratát az írásból, olvasom Isten leveleit, tudjátok, azoknak a hívő embereknek az életéből, szavából, ha kell fedéséből, ha kell biztatásából, amiket azért ad, hogy gazdagabb legyen az én engedelmességre vágyó életem, és tudom, hogy engem is olvasnak. Jézusnak totális igénye van rám, totális alávetettség az üdvösségre választottak élete, a szent akarata cselekvésére. Emlékeztek, azzal kezdtük, Zákeus nevi azt jelenti tiszta, ártatlan, és azzá tétetett. Ez a te ígéreted, tiszta és ártatlan. És aki elkezdte a jó dolgot, be is fejezi Jézus Krisztus ama napjára. Amen.